Most jön Gergő, a 27 éves jogász, aki szinte teljesen vak, az egyik szemére 0,1%-ban lát. Tehát az ezredét, mármint hogyha jól számolok annak, amit mi látunk, és azt is csak az egyik szemére. Így született, soha nem látott, és azt mondja, hogy ez így van jól. Tulajdonképpen a látás már szükségtelen neki, mert ő így is tud boldogan élni. Most nem akarok hatalmas bölcsességeket puffogtatni, de Gergő életfelfogása csodálatos, ő azt mondja, amit sok álbölcseskedő hajtogat, ám Gergő ezt hitelesen mondja, tessék mindenben mindig meglátni a jót, nem könnyű feladat, de itt az igazi példa, ez kivitelezhető. Miskolcon vagyunk, jól ismerem ezt a várost, Gergőt azonban eddig valamiért mégsem ismertem. Pedig, mint utóbb kiderült, még a törzshelyeink is ugyanazok, és ráadásul még egyidősek is vagyunk. Gergő egy fiatal, 27 éves fiú, aki annak idején, amikor még Miskolc mellett egy kis faluban élt a szüleivel, mert nagyot álmodni, és elhatározta, hogy elvégzi a jogi egyetemet. Ez önmagában talán nem lenne akkora hatalmas dolog, na de a lényeg, ő mindezt úgy csinálta végig, hogy születése óta. Tabak. Tanultam gépírást, úgyhogy én duplán tudok vakon gépelni. Mondtad, hogy jaj, a szemedet ne vegyük közelről, mert az nem néz ki jól. De hogy ezt honnan tudod, hogy nem néz ki jól? Lehet, hogy jól néz ki. Hát nyilván, tehát amit sokat műtöttek, meg amilyen sokszor van nyúlva, az nem, tehát ilyenek hatására nem néz ki jól. Aki nem tud saját magán nevetni, azt szerintem igazából élni se tud. De akkor te tudsz élni. Én tudok, és nevetni is, igen. Még azt is mondhatnám, hogy kicsit közhelyesnek tartottam, amikor Gergő, a fiatal vakfiú elkezdte nekem bizonygatni, hogy márpedig ő mindig boldog. Egyetlen egy szomorú pillanata sincs, mert mindig mindenben meglátja a jót. Ráadásul még öniróniája is van, és nagyjából semmin se sértődik meg. De egész nap beleforgattam, láttam a munkahelyén, sétálgatni a városban, egy kávézóban, majd az otthonában, és tényleg egy pillanatra sem ingott meg, tényleg boldog. Gergő 27 éves Miskolcon él és a Városházán dolgozik jogászként. A jogi egyetemet summa cum laude minősítéssel végezte el, még római jogból is ötösre vizsgázott, de ahogy megtudtam, ötösnél rosszabb osztályzata nem is igazán volt. Talán 1-2-4-es, ha becsúszhatott. Ő mégsem lát ebben semmi különöset, vagyis inkább érzékel, mert hogy ugye ő nem lát, hiszen születése óta vak. Eleinte a büntetőjog érdekelte nagyon, de aztán áttért a közigazgatásba. Azt mondja, nem bánta meg, imádja a munkáját és a kollégáit is. Vannak ugye olyan dokumentumok, amiket le kell pecsételned, nem? Lepecsételni, igen, le kell, egy névbélyegzője van mindenkinek az osztályon, egy saját, azzal kell rátenni a szignódat, és nyilván a vezetők, ők meg a saját aláírásukkal írják alá a dokumentumot. És ha eléd raknak valamit, akkor hogyan tudod, hogy mit írsz alá? Tehát, hogy nyilván ilyenkor olyan is előfordulhat, hogy nem a te saját kinyomtatott dolgodat írod alá, nem? Ez szerintem bizalom kérdése, és én maximálisan megbízom a kollégáimban. Ide a Városházára például úgy vették fel, hogy nem tudták, hogy vak. Ugyanis még az önéletrajzában sem szerepel, hogy látássérült. Ennyire nem tartja ezt fontosnak. Nem érzi úgy, hogy a vaksága bármiben is korlátozná őt. Van egy laptopja és egy okos telefonja, és ezekkel tulajdonképpen már bármit el is tud intézni. Mindkettőre rá van telepítve egy program, ami képes arra, hogy soronként felolvasson neki mindent. január 4-e van, és 2019. És 11:56 az óra szerint. És az internet is működik. Internet elérés. De mondjuk én nem fogom fel, hogy mit mondtad, de... Szerintem rajtam kívül senki. Vagy lehet, hogy nagyon kevesen. Gergő olyan otthonosan mozog a Városházán, hogy néha egy-egy pillanatra tényleg elgondolkozom azon, hogy biztosan nem lát. Napi 8 órában dolgozik teljes munkaidőben, egyedül él egy albérletben, nem messze a munkahelyétől, és semmiben, de tényleg semmiben nincs szüksége segítségre, teljesen önjáróan működik. Most takarít, kávét főz, elmegy bárhová, sőt még egy házi kedvence is van, egy törpefülű nyuszi, de erről majd kicsit később.
Tudod, mit elviszlek arra a helyre, ahol a gimis éveimet töltöttem, mert hogy azt nagyon jól tudom, hogy imádod a kávékat. Igen. Ezzel én sem vagyok másként, úgyhogy kóstolunk itt valami jó kávét. Itt van a tartan egyébként ez a hely. A megjelenés egy olyan eszköz, ami alapján képet lehet alkotni egy emberről, és szerintem attól, hogy valaki nem lát még, adhat, tehát hogy számára is lehet fontos a vizuális megjelenés például. És te hogyan képzeled el magad egyébként? Hát egyébként sem magamat, sem másokat nem szoktam így elképzelni, sem külsőre, hogy milyen lehet. Nyilván egy látó látja azt, hogy mi áll jól, vagy úgymond mi illik a személyiségemhez. És ez ki szokott lenni általában, aki megmondja? Hát általában a családom. Uh-huh. Szüleim vagy testvérem. Hamar rájöttem, hogy Gergő előtt nem igazán vannak tabu témák. Olyan természetességgel fogadott minden kérdést, hogy egy idő után bátran mertem kérdezni a magánéletéről is. Hiszen nyilván egy fiatal férfiről van szó, ő is vágyik arra, hogy legyen párkapcsolata. Ismerkedni szoktál? Tehát lányokkal? Hát mivel elég sokat dolgozom, és nyilván ebben az is közrejátszik, hogy ugye munka után én nekivágni, mivel nem, említem, hogy nem vagyok ilyen nagy szórakozó helylátogató, így inkább interneten a netes társkeresőket köntettem, próbált már. Igen? Na, és milyen csak úgy kíváncsiságból. És milyen érzés volt? Vagy milyen visszacsatolásokat kaptál? Hát igazából én úgy gondolom, hogy itt ott hatványozottabban érvényesül az, hogy valamiért tartanak az emberek attól, hogyha valaki nem lát, nem tudom. Tehát lehet, hogy azt gondolja egy átlagember, hogyha valaki nem lát, akkor mondjuk sok segítségre szorul, vagy ilyesmi. Mit tapasztalsz akkor, amikor mondjuk egy lányjal elkezdesz levelezni, és elmondod neki, hogy ez van, akkor megijednek? Hát lepattannak. Igen? Hogy így fogalmazzak. És nem szokta, és ez nem esik rosszul? Nem. Jókat röhögök rajta. Komolyan? Aha. Mert így el is képzeled előtte, hát nem csak, hogy tuti ez lesz. Igen, a szokásos forgatókönyv. Mint ahogyan már említettem, Gergőnek van egy törpefülű nyuszia, akit nagyon szeret. Rengeteget foglalkozik vele, ő eteti, itatja, és még a ketrecét is ő takarítja. A lakásában minden harmonizál mindennel, elképesztő rend és tisztaság van. Tényleg nehéz elképzelni, hogy nem segít neki senki, pedig tényleg nem. Én nem szoktam magam körülvenni ilyen speciális eszközökkel, vagy ilyen speciális elrendezéssel, mert hogy én igazából nem is tartom magam vaknak, tehát hogy engem ez ilyen szempontból is meghatároz, hogy ne vegyem magam körül különleges dolgokkal. Számomra az a fontos a lakásban, hogy jól érezzem magam benne, tehát hogy olyan elrendezés legyen, ami számomra kényelmes, meg nekem tetszik. És neked mitől tetszik valami? Hát a dolgok anyagától, meg a formájától, vagy épp valamennyire érzékelem a színeket a színétől. És akkor most mutatok valamit, amit én alig hittem el, hogy ilyen létezhet. Általában az anyukájával megy el ruhákat vásárolni, mert ugye fontos számára a megjelenés. Az édesanyja mindig elmondja neki, hogy melyik ing milyen színű, ő pedig ezeket a színeket a ruhák anyagához párosítja, amit olyannyira meg is jegyez, hogy reggelente e szerint öltözködik. Nézzék csak! Ez? Szintén virágos. Hát ez hihetetlen. De ennek például ugyanolyan az anyaga, mint az előzőnek. Nem ugyanolyan, ez sötét. Ez elképesztő. Én nem érzek közte különbséget, tényleg. Neked nem olyan a kezed? Nagyon furcsa. Na ez mondjuk. Szintén sötét. Igen. Én azt nem hiszem. Nagyon ritka, nagyon kevés olyan pillanat van, amire azt mondanám, hogy rossz, vagy hogy rosszul esne. Én igazából minden napnak úgy indulok neki, hogy igyekszem belőle kihozni minden téren a maximumot, és minden napban megtalálni azt, ami épp az adott napban jó. Abból is látszik, hogy Gergő mindig mindenből megpróbálja kihozni a maximumot, hogy ugye születése óta vak, de az egyik szemén sikerült elérni, hogy 0,01%-ot lásson. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy arra a szemére se lát semmit, hiszen önök közül is biztosan sokan hordanak szemüveget, és biztosan sokkal kevésbé látnak, ha azt leveszik. Na most képzeljék el, hogy Gergő mennyit láthat. Gergőnek mégis sikerült megtanulnia, megéreznie, hogy hogyan tudja ezt a picit is hasznosítani. Ahogyan láthatják, egy speciális nagyító segítségével, ha nagyon nehezen is és csak nagyon rövid szavakat, és szinte csak sejtésből, de ki tud olvasni. Ehhez persze rengeteg türelemre és tanulásra volt szüksége.
ha azt látják rajta az emberek, hogy téged ez nem érdekel, akkor nyilván ők sem azt fogják nézni, hogy te nem látsz. És tényleg nem érdekel? Tehát, hogy tényleg. Nehéz elképzelni tényleg, hogy valóban 100%-osan azt mondod, hogy sosem érdekelt. Szerintem a látás szükségtelen, hogyha anélkül is lehet élni. Tehát én nem vágyom arra, hogy majd egyszer láthassak. Gergő azt mondja, a családjának köszönhet mindent, hiszen a szülei soha nem éreztették vele azt, hogy ő vak. Soha nem mondták neki, hogy ezt vagy azt te úgysem tudod megcsinálni. Mindig mindent kipróbálhatott és megpróbálhatott. Ennek a hozzáállásnak köszönhetően pedig sikerült elérnie a lehetetlent, amiben rajta és a családján kívül talán senki sem bízott. Azon kevés vakemberek közé tartozhat, akiknek sikerült megvalósítaniuk önmagukat, és akiknek sikerült valóra váltaniuk az álmaikat. Úgy érzi, teljes az élete, és nem hiányzik neki semmi. Volt már, hogy sírtál egyébként? Nem szoktam sírni. De sose sírtál még? Nem emlékszem, hogy lett volna ilyen. Azt a mindenit. És akkor te nem elnyomod magadban a dolgokat, hanem te valójában így élsz, hogy... Én így. Mert szerintem akkor tud élni az ember igazán, hogyha keresi a pozitív dolgot, és az életben mindenből igyekszik a legtöbbet kihozni, meg a legjobbat. Így a riport végén elmesélek egy kis aranyos történetet. Amikor Gergővel jöttünk ide a lakása felé, akkor ugye én nem tudtam, hogy merre felé kell menni, de Gergő azt mondta, hogy majd ő vezet engem. Majd ezután viccesen megjegyezte, hogy ez most amolyan vakvezet világtalan történet. Hát én belőlem eléggé kitört a röhögés, mert életemben nem gondoltam volna, hogy egy fiatal vak fiúval fogok azon poénkodni, hogy ő nem lát semmit, de ő így éli az életét humorral fűszerezve. A heti naplóban Török Réka riportját látták.